Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt az Edezőközpont legfrissebb adása, itt péntek reggel az Ultrahang csatornáján, a vonalban pedig, ezúttal, ahogyan ebben az időpontban hallgatók már megszokhatták, nem más a vonalban a vendégünk, Somkoti Bálint, biztonságpolitikai szakértő, akit nagy szeretettel köszöntünk. Szép reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit! Egy időben az interneten simán csak Bálint néven futottam, és uh, volt egy hasonló keresztnevű uh, ideguális hadviseléssel foglalkozó újságíró. És valahol beírtam valamit, és közöttek, hogy nem, nem illik másnak a nevében nyilatkozni. Amin a saját nevemben nyilatkozom az írja, hogy simán csak Bálint vagyok, és teljesen, mert én is értek ez a dolog, az ebből a diszertációban Szabad nekem? És mondták, hogy na jó, akkor igen. <laughs> Ezt utána az engedély után, tehát a mai adásunkba is belevágva. Mindenek előtt hallgatóinkat emlékeztetjük, hogyha még nem tették meg, akkor mindenképpen érdemes csatornánkra feliratkozni, hiszen így értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Továbbá köszönettel fogadjuk adományait is a képernyőn, illetve leírásban található bankszámla számol és Paypalon keresztül támogatóinknak eltűnő a a közönség találkozóinak a vágatlan felvételeit, és emellett reklámmentes podcast hozzáférést is biztosítunk. Nem volt dolog az sem például, hogy Zolagerszegen tartott előadást Lesperger István, és Robert C. Castell, és hát sok Bálint is, akivel nagyon érdekes beszélgetéseket is közben készített Király Tamás bele, bele kérdezett. Erről is például készült egy felvétel, amit szintén megkaphatnak támogatóink majd. És ezen felül még én mindenképpen tennék egy plusz szolgálati közleményt, elindult a saját csatornám is, amelyre megköszönöm, hogyha feliratkoznak. Egész éppen halad, de azért minden egyes új támogatás köszönettel fogadok. Úgyhogy oda is mindenképpen érdemes, vagy hogyha szeretnének esetleg bevidebb hírlemzéseket, vagy egy-egy hír összefoglalót hallgatni, akkor mindenképpen érdemes azt is megnézni. És hát rákanyarodva a mai adásunk tematikáira, így a szolgálati közlevények után, az első is tényleg lassan már szoború kötelességünké vált napi rendi pont, hogy az orosz-ukrán front aktuális helyzetéről pár szót ejtsünk, mi most az aktuális helyzet. Jelentősebb változás csak a háttérben volt, illetve a hátországban volt, hogy Oroszország két vízi erőművet is üzemen kívül helyezett rakétatámadásoknak a segítségével, és innentől kezdve Ukránában egyre komolyabbá válik az áramhiány. Tehát az az ukrán elektromos rendszer, amely tavaly még képes volt áramot exportálni, ez inkább importra szorul, és amíg ez a folyamat folytatódik, és ugye hírek szerint egyre nehezebbé válik az iparnak a működtetése, úgy ez a szituáció ide nehezebb és nehezebb lesz. De én magam is többször beszéltem arról, hogy az ukrán háború végét valamelyik félnek az összeomlása fogja elhozni. Most úgy néz ki, hogy orosz az ukrán gazdaságnak az összeomlasztása, hiszen a front maga egyébként nagyrészt változatlan. Azért azt figyelembe kell venni, hogy Kupiansknál is van egy előretörés, amely lassan Kupianszk városát fejegeti, illetve Avgyívka után a Nocseretine nevű faluból kiindulva ide inkább kerül, több falu kerül orosz kézre, egy azt szoktam viccesen mondani, hogy minden nap új uh, ukrán falu nevet kéne megtanulni, mert ott zajlanak a harcok. Uh, igazából ott azért elindult egy áttörés, de ez nem egy, nem egy, egy, egy mélységi villámháború, amit látunk. Uh, például a Krasnovorivkánál a mai napig foly, folynak a harcok, és igaz, hogy a város az egy szintén betonoló település, a városnak a nagy része már orosz kézben van, és az a téglagyár, amelynek a védelmétől sokat reméltek, az viszonylag gyorsan orosz kézre került, ettől függetlenül a város még nem adták fel az ukránok. Viszont azt tény, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy az ukrán ö, emberi erőforrások ö, megfogyatkozó félben vannak, és a nemrégiben elrendelt sorozás, amelytől 155 ezer embert remélnek, ez még egy ö, kis idevi, időbe telik, amíg a hatását kifejti. Innentől kezdve az orosz kezd nagyobb lenni a fronton, a hátországot, meg említettem, hogy kezdik bedarálni ezekkel a támadásokkal az infrastruktúra kritikus elemeit. Úgyhogy nehéz nyár elé néz Ukrajna. Ezzel kapcsolatban azért több hír is van, amiről fogunk beszélgetni. Miközben folytatjuk a hírek elemzését, közben még egy ilyen helyzetjelentős közbeszúrást is mindenképpen megejtünk. Ugye a kínai elnök Magyarországi látogatása az, amiről még szerintem érdemes pár szót ejteni. Ugye egyik oldalról elárulhatjuk hallgatóknak, hogy igen teljes közlekedési dugók és egyébek nehezítik meg a városiak életét. Horror, tehát ezután az adás után a menik a Itrádióba, vagy mentem volna Itrádióba egy felvétel, be, felhívtam, hogy nem tudok bejutni. Tehát a reggeli eh, Kossuth Rádiós és M1-es szereplésem után az az út, ami normál esetben 35-40 perc, az majdnem egy óráig tartott, sőt, több mint egy óráig tartott. Tehát gyakorlatilag Éhetetlen a város ebben a pillanatban. A legfontosabb útvonalakat zárták le, és van, vagy, vagy, fogják nem sokára lezárni, és egyszerűen ez hihetetlen, ami van. Úgyhogy... Tehát nyilván nagyon fontos politikai üzenetem van egy ilyen látogatásnak, de ha hát tehettem volna, elmenekültem volna erre a három napra. Igen, egyébként ez lehet, hogy nem lett volna egy buta döntés, viszont üzenjük hallgatóinknak, hallgatóinak, hogy amennyiben szokásunká vált a polgármesteri hivatal hibáztatása, ezúttal nem ott keresendő a probléma megoldása, arra megjöttek a kínaiak röviden és egyszerűen. Viszont ennek az apró kérdezném, hogy ö, ugye sok említettél különböző jelentőségeket, ö, te hogyan látod ennek a látogatásnak a jelentőségét, ö, akár ö, magyar szinten, akár európai szinten, mi az, amire érdemes, figyelni? Az első és legfontosabb az, hogy ez egy európai körút volt, amit a kínai elnök gyakorlatilag véghez vitt, és az első és legfontosabb állomás a Franciaország volt egyértelműen, ahol Emmanuel Macron elnök olyan körülmények között fogadta Xi Jinping elnököt, hogy az tényleg már egy, egyfajta ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen királyi látogatáshoz hasonló, elvitte a szülőfalujába, és, és olyan típusú programokat is szervezenek, így a hírek szerint a francia luxusipar válogatott termékeivel halmozták el. Tehát amikor Magyarországról azt mondják, hogy igyekszik a francia, vagy igyekszik a kínai elnök kedvébe járni, akkor Franciaország nem tudom, mit csinál, meg volt a lekenyerezni, vagy hát, hihetetlen, hogy, hogy itt milyen kettős mérce érvényes ezeken a területeken. A következő állomás Szerbia volt, ez is nagyon fontos kiemelni, hogy, a leci hogy volt még valahol, de ugyanis nem állt meg máshol, csak Szerbiában és ö, ö, ott is nyilván azok az infrastruktúra és fejlesztések kerültek szóba, ami egy kiemelt projekt lenne a, a Belgrád-Budapest gyorsvasút. Zárbe jegyzem meg, ilyen sebességű vasútvonal jelenleg nincs kerete európában Tehát nagyon érdekes, hogy a nyugati, mondjuk így szólamok arról szólnak, hogy a kelet-európát nyugati szintre kell hozni, de ezt hogy sok szempontból nem láttuk, hogy ez megvalósult. Jó, nyilván ebben benne van az is, hogy a vasútárságok általában állami kézben vannak, de hát pontosan ezért lehetett volna egy egységes Európa képét felmutatni, ami még nem valósult meg, tegyük hozzá. Úgyhogy úgy néz ki, hogy az első ilyen típusú vasútvonal az Budapestet és Belgrádot fogja összekötni. Arról beszéltek, és utána jött Magyarországra egy ilyen háromnapos, inkább mondjuk, inkább két éjszakás látogatás, ezen péntek este Szerda este érkeztek volna, már igazából nem volt program, csak inkább a vészakázás volt a kérdés, hogy az igazi, tényleges programok tegnap zajlódtak, és ennek keretében 18 darab különböző megalapodás került aláírásra, illetve a stratégiai együttműködés elbővítés, kibővítése. Na most erről is, emiatt is kaptunk hideget, meleget a nemzetközi sajtótól, de hölgyeim és uraim, ilyen típusú együttműködés egyrészt már 2017 óta van, másrészt pedig Franciaország, Németország és Nagy-Britannia már évekkel korábban megkötötte az ilyen típusú szerződését Kínával. Tehát amit szabad jupiter nem szabad kis Magyarországnak? Vagy hogy működik ez a rendszer? Tehát egy olyan szinten álszent, kettős mécét alkalmazó nemzetközi rendszert látunk, amit egyre inkább nem tudok másképp jelenlenni, mint csak, mint, csak, mint csak az, hogy kék mutató. Tehát ez így nem működik, hogy mi megcsináljuk azt, ami miatt titeket támadunk. Tehát ez innentől kezdve egy nevetséges folyamatnak a képviselő mutatni, de nem csoda, hogy több kritika ér ezt az egész hozzáállást. Úgyhogy ebben Magyarország tett egy jelentős lépést előre, hogy mi is egy olyan kategóriába kerültünk Kínába, ahova egyébként az európai nagyhatalmak szoktak. lehető az, hogy az a probléma, hogy egyáltalán eljött kis Magyarországra a Kína jel? Lehet az, hogy a nagyobb hatalmak ezt nehezményezik, hogy olyan tárgyalások is zajlanak Európában, a kisebb országokkal is, melyekre nem feltétlenül van akkora ráhatásuk, mint ugye a saját elképzeléseik? Igen, azt szokták mondani, hogy a hatalom az egy nagyon féltékeny e, típusú szerető, és, e, és ott nincs másik, tehát ott nem lehet másik, és azok a e, elektronikai mobilitáshoz kapcsolódó beruházások, akár akkumulátorgyárról, akár járműgyárról beszélünk, amelyek megtörténtek, vagy megtörtént, tehát aláírásra kerültek és megvalósításra kerülnek Magyarországon, ezek nagyon-nagyon jól jöttek volna bizony Németországnak, bizony Franciaországnak, bizony Nagy-Britanniának is. Egyébként záróbejegyzem meg, a többségben van hasonló típusú, vagy akkumulátorgyár, vagy járműgyár. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ezek milyen környezetszennyezőek lesznek, akkor megkérdezném, hogy milyen környezetszennyezőek Németországban, vagy Franciaországban az ilyen típusú gyára. Tehát itt egy olyan brutális, kettős mércét látunk, aminek szerintem pontosan, hogy kérdezted, az az, az az eredménye, hogy minket támadnak azért, amit ők már végrehajtottak, és nyilván az idítség és a, és a, és a, 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 a hasonló motivációk állnak mögött hogy gyakorlatilag ezt így ebben a formájában megmerték mondani és csinálni, holott ezeket a lépéseket, ezeket a folyamatokat ők már megvalósították évekkel ezelőtt. Kicsit uh, tágabb kitekintést uh, is alkalmazva a kínai helyzet kapcsán, még arra szerettem volna mindenképp rákérdezni, hogy hogyan érzékeled uh, a kínai-európai látogatási körutat, akár csak az elmúlt időszak különböző nagyobb feszültségű kérdéseihez viszonyítva. Ugye természetesen itt beszélhetünk többféle kérdéskörről is, ugye Tájvánnak az aktuális jellege ugyan uh, hullámzik, tehát uh, hol éppen tartanak, hogy a gyakorlatot, hol nem, hol tudnak az újságírók éppen szép címeket faragni, hol nem, viszont uh, ennek ellenére a, a, akár mondjuk a gazdasági háborús kérdések, amiről egyébként több elemző is említette már, hogy uh, ami Kínával szemben zajlik európai vagy éppen Egyesült Államok szinteken, az hát már kimeríti sokszor a kereskedelmi háború fogalmát is, hogy ezeknek fényében te hogyan értékelnéd a kínai látogatást? Egyrészt akár mondjuk az amerikai fél mit szólhatott az egészhez, mennyire volt megfelelő mondjuk az amerikai elképzeléseknek is, illetve hogyan értékelni globálisan összegező a kérdést? Hát az első és legfontosabb, bár mondatot nem kezdünk háttal, úgy, újra kezdeni. Hát az első és legfontosabb, hogy az amerikai kormányzat biztosan nem lődőzött zöld a örömében, amikor meghalott ezt az európai körutat. Különösen úgy, hogy három olyan országot érintett, akinek mondjuk úgy, hogy finoman szóval sem túl jó a jelenlegi kapcsolata, a jelenlegi amerikai kormányzat, és nem az Egyesült Államokkal, hanem a jelenlegi Biden kormányzata. Ezt ki fontos kihangsúlyozni. A Franciaország elkezdte a stratégiai autonómia kiépítését és ennek a hangsúlyozását, amely az amerikai befolyás egyértelmű csökkenését jelenti, még akkor is, ha alkalmatlan Európa nem fog direktbe szembe menni amerikai érdekekkel, de bizonyos területeken az autonómia bizony azt jelenti, hogy függetlenül cselekszik és viselkedik, tehát megszűnik az a fajta teljes befolyás, ami korábban volt. Ez az egyik része a történetnek. A másik része a történetnek, a Szerbiát, hát ugye azt tudjuk, hogy nem fűzi túl nagy szerelem a NATO-hoz és az Egyesült Államokhoz, ugye gondoljunk csak arra, mekkora vihart vert föl, amikor a a NATO által lebombázott egyik ex-jugoszláv hivatali épületet Donald Trump fia, most eh, veje, veje próbálta megvenni, és egy egy, egy, egy ingatlan végrehajtani, tehát mi lehet, hogy megvalósul egyébként, de majd meglátjuk. És ugye Magyarország, amelyik hát mondjuk kivézetten ellenséges viszonyt ápol az a Biden kormányzat, talán ezt nem a mi kezdeményezésünk volt, hanem ez így alakult a a különböző ö, ö, időszakok folyán, hiszen nem, meg se próbálták megérteni, mi álláspontokat akár a migrációval, akár az oroszokra háborúval kapcsolatban, nem megpróbáltak ilyen birodalmi központ szintjén diktálni. Hát, köszönjük szépen, látunk már egy pár birodalmat fölemelkedni és elbukni, úgyhogy ez a fajta hozzáállás köszönjük, nem kérjük. És ennek a fényében az az amerikai koncepció, amit decouplingnak szoktak nevezni, tehát a leválást Kínáról, még inkább kétségesé válik. Tehát, hogy lehet ezt megvalósítani? Most Azért arról elfelel, el szoktak feledkezni, hogy Kína messze a világ legnagyobb acéltermelője. Tehát az a, az acél, ami mindenhol ott van, de amíg a telefonban is van acél, éppen jó, annyira nem sok, az autókba például, vagy a háztartási eszközökbe, vagy a, vagy a beruházásokba is acél kell, és az Kínából érkezik nagy részt hogy ezeket a fajta folyamatokat hogy lehet visszafordítani? Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk a le kell mondani a a, a, a savanyú szószról, vagy mondjuk a, 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 a Xiaomi telefonokról, nem arról van szó, hogy teljes mértékben a világ globalizáltá vált, és ez olyan szinten is megjelenik, hogy az alapvető kínai alapvető fogyasztási cikkek jelentősége vagy Kínába készül, vagy Kínai Alapanyagokból készül Ugye nagyon megnézném az amerikai, egyre, Amerika egyre, nagyobb részét kitevő szegény rétegnek a, a véleményét arról, hogyha a válmárban nem lehetne kapni ö, olcsó kínai ö, fogyasztási cikkeket. Tehát ilyen szinten fonódott össze a világ, és ezt az egyes után megpróbálta visszafordítani, egyre kevesebb sikerrel. Tehát az biztos, hogy Xi Jinping elnök európai látogatása ezzel a három állomással, ez nagyon-nagyon komolyan szembe ment amerikai érdekekkel. És még akkor itt ehhez kapcsolódva egy nagyon rövid kitekintést tehetnénk az aktuális kínai ájmani helyzetre is, mindezt csak azért, hogy egy ilyen egyfajta kötelességet teljesítsünk, hogy akkor ezt is bele vegyük, említsük a kérdéskörben. Ugye az elmúlt időszakot ugye nagyon jellemezte legalábbis most így hónapok távlatában, hogy ugye nagyon sok kérdőjel övezte ezt a régiót. Ugye folyamatos volt egy időben az a találgatás, hogy vajon a kínaiak mit mernek lépni és mikor. Hogyan értik Kányd ennek a kérdéskörét? Azért kérdezem mindezt, mert ugyan most, ahogy én megfigyeltem az elmúlt időszakban, nem feltétlenül tematizálta ez annyira a hétköznapi beszámolókat, párbeszédeket, de azért gondolom továbbra is azért nem változott annyira sokat a helyzet, hogy mondjuk teljesen fellélegezhet még. Igen, emlékeim szerint a napokban, vagy az elmúlt napon lépett hivatalba az a, a tájvani elnök, akit leginkább függetlenségpártiként szoktak emlegetni, és ez azért Kínába kiváltott némi omlokráncolást, és olyan folyamatokat, amelyek megindultak az a kapcsolatban, hogy az enyhülés a két, ö, ö, mondjuk így, ország, vagy a Tájvának kapcsolatban, ezt a taiwan és Kína között és akkor nem mondtunk semmi rosszat. Ö, ö, az, az egy picit megfenetelni látszik, de nagyon érdekes, hogy ezen az általad is említett előadásodon beszélt volna, a Respergerzedes úr, hogy, hogy hát az a, az a, konszenzus, az elemzői konszenzus, hogy Kína nem fogja szárazföldi erővel megtámadni Tajvant, mert a, a 60 partaszállt a hajójával is körülbelül csak egy, egy 120-150 es alakulatot tudna a szigetre szállítani, ami nem elég egy 23 milliós országba. De ha egy kicsit a, a, a különböző nyugati országok katonai elemzői ránéztek volna a térképre, és megnézik, hogy Tajvan földrajza, a katonai szempontból hogy néz ki, akkor ez, ez a kérdés, ez föl sem merült volna, hogy valaki partra akar szállni Tajvanon. Ez az egyik része a másik része történetnek, hogy, hogyha a sajtó hülyeségeket beszél, már pedig a sajtó beszélt konzekvensen egy tajvani invázióról, akkor a katonai elemzőnek lehetne annyi esze, hogy mondjuk megnézik az alapvető számokat, hogy mennyi repülőgépe van Kínának, amely képes elérni Tajvanig, hol vannak azok a repülőterek, onnan el tudnak repülni odáig. Egyébként 150 km van a szárazföldön, nem egy akkora távolság a milyen eszközök állnak kínálnak a rendelkezésére, hogy érvényesítse az akaratát, például az a partközeli flotta, ami nagyon sokáig egyébként a kínai volt a gerincét alkalmazta, a mai napig létezik nagy részt, azzal is el lehet oda hajózni, ha csak nincs egy tájfun. Tehát gyakorlatilag a sokkal egyszerűbb egy szigetet blokkád alá vonni levegőből és, és, száraz, és tengerről, mint szárazföldön megtámadni. Ugye gondoljunk csak arra, hogy Hitler is megpróbálkozott a brit szigeteken invázióval, és első jutott hogy elindítsa, viszont a légi és a tengeri támadások az elég komoly károkat okoztak Nagy-Britanniának. Tehát egész egyszerűen van egyfajta ilyen nagyon érdekes pszichózis ezzel a szituációval kapcsolatban, ami ahhoz, hogy a kínaiak partra fognak szállni. Hölgyeim és uraim, a kínaiak 95%-os valószínűséggel nem fognak partra szállni. Viszont számtalan egyéb eszközük van, hogy megbindítsák Tajvan életét, lehet ez akár egy, egy rakéta bombázó kampány, mint az oroszok is folytatnak, mert milliófajta módja van arra, hogy Tajvan rendkívül nehézét tegye. És ami miatt minket ez érdekel, az az, hogy Tajvan körülbelül tízszer akkora szerepet tölt be a nemzetközi gazdaságnak az életében, mint Ukrajna. Tehát az ukrán gabonát lehet pótolni, a tájvani csipgyártást nem lehet pótolni. Tehát bármi, ami ott történik, annak globális hatása lesz. És akkor a globális szó apropóján átkanyarodva kihasználva, átkanyarodunk a globális helyzet egy másik pontjára is. Ugye Izrael az, ami ugye az elmúlt időszakban még szintén rengeteget tematizálta a, a, az elemzéseket, és nagyon sok kérdőjel merült fel ugye Izrael kapcsán is, ugye természetesen az elmúlt időszak sok szempontból kihívásokkal teli volt, ugye, a, akár most a Rafaki, Rafaki eseményeket is, akár más elmúlt időszakban, tehát teljes mértékben közelmúltban történt eseményeket szemlélve is, viszont itt állat hagynám a labdát ilyen szempontból, hogy te mit emelnék ki az elmúlt időszakban Izrael helyzetében, mi az, ami a legfontosabb szerinted, és amire mindenképpen érdemes figyelni. Ugye nagyon sok hallgatónk esetleg már megszokhatta azt, hogy a helyzet elhúzódott, nem sikerült feltétlenül a konfliktust gyorsan lezárni, és ugye egy idő után a kommunikációs teher is egyre nehezedett ellen. Mi most az aktuális helyzet? Nagyon érdekes, hogy ugye az ember honnan tájékozódik, és hogy mindenki ebben a, ebben a konfliktusban is a saját álláspontját hangoztatja logikus módon, én azt a módszert szoktam csinálni, hogy előveszem okkan Borotvájának nevezett filozófiai elvet, amely szerint a legegyszerűbb megoldás a több lehetséges variáció közül valószínűleg áll a legközelebb a valósághoz, és olyan forrásokat igyekszem olvasni, amiketnek legalább a, a tényleges elfogultságáról, a tényleges álláspontjával tisztában vagyok. És miután megvan az a kétséges privilégiumom, hogy az előző rendszerbe töltöttem a fiatalkorom egy jelentős részét, ezért az ember megtanult ott akkor a sorok között olvasni, úgyhogy tudom azt, hogy milyen irányból kell keresni az elfogultságot, akkor már nagyjából ki tudom hámozni a valóságot. Tehát nekem ilyenek egyébként ilyen forrás, amit rendszeresen használnak, az orosz volyánkor csatornák, ahol tudom azt, hogy azok, akik, akik, odaírnak, azok orosz nacionalisták, kicsit imperialisták is egyébként, de inkább alapvetően az orosz érdekeket képviselik, és ha ezeket az ember föl tudja tárni és le tudja hántani, akkor egy helyek közel racionális képet kap arról, mi zajlik. Na most azért volt ez a hosszas bevezető, mert amikor az orosz olyankor csatornák is arról írnak, hogy a, e, még a palesztinok is elismerik azt, hogy a rafahi támadást látotta Izrael, amelyet nem kezdett meg, nemzetközi nyomás hatására, akkor szerintem egy olyan képet kapunk, amely igen közel a valósághoz. Tehát a, a rafahi e, helyzet az katasztrófa a szó összes értelmében. Ugye az északról elmenekült palesztinok százezrei vannak ott, Köztük van az a 3-4 ezer főse becsült Hamas vezető és terrorista réteg, akit Izraelnek el kell kapnia, el kell fognia, vagy akár is likvidálnia kell akármilyen szempontból. És utána van az a lehetetlen matematikai egyenlet, hogy ezt hogy lehet úgy megvalósítani, hogy lehetőségesen ne hajnak meg civilek, és ne hajnak meg civilek tömegei. Tehát innentől kezdve van egy olyan szituáció, amit nagyon-nagyon komoly nemzetközi nyomásra Izrael egy darabig elalasztott, aztán megindított, és ezek szerint az emlékező nyomás akkorára fokozódott, hogy kénytelenek voltak megint megállítani. Tehát ez egy olyan helyzet, amiért eddig szerintem nem látunk ezen a területen. Tehát hogy a világnak azért mindig irányult a figyelme arra, hogy mit csinál Izrael, de ilyen szintű ö, figyelem, ilyen szintű nyomás az izraeli államra még nem volt, hogy egy ö, mondjuk így ö, megindított katonai műveletet megállítsanak miatta. Sőt, az ugye láttuk azt, hogy nagyon-nagyon lassan alattak előre, több abból kifolyólag. Tehát ennek a szituációnak nagyon érdekes lesz a kifutása, mert akár arra e, fut ki az egész, hogy Netanyahu e, megelégeli a helyzetet, és a saját kezébe vesz az iránytás, aminek vállalnia kell a következményeit is, akár ad lesz a megoldás, hogy, e, hogy valamilyen fél megoldás születik, és utána létrejön a kétalami megoldás, vagy valamilyen olyan e, irányba mozdulnak a dolgok politikai szinten, amely Izrael számára kevésbé elfogadható, ezeket lehetetlen előrelátni. Az egyértelműen kijelenthető, hogy a rafagi helyzet nincs megoldva, valahogy meg kéne oldani, viszont az óriási mennyiségű civil menekült miatt ez egy szinte lehetetlen feladat. Ugye szerint megindult már a civilek elvándorlása a korábban átvizsgált és tegyük hozzá lerombolt területekre, itt azért valamit el kéne kezdeni az újjáépítéssel kapcsolatban. Nyilván vigyázz, hogy a Hamasz nem tudja újra megvetni a lábát. Tágabb stratégiai kérdésekre rákanyarodom még ennél a kérdésnél, illetve Izrael helyzeténél maradva. Arra lennék még kíváncsi, hogy te hogyan értékeled az izraeli stratégiai lépéseket az elmúlt mindjúl pár hónapos intervallumban? Azért kérdezem ezt, mert ugye rengeteg kritika éri egyébként Izrael viselkedését, főleg az elmúlt időszakban. Ugye az ugye természetes és folytonos kritika az az, hogy a konfliktus minél hamarabb rövidre kéne zárni, de ugye nagyon sok esetben akár ugye az iráni helyzet kapcsán is, az izraeli általános stratégiát, viselkedést is komoly kritikák érték, és egyébként most már sokszor amerikai részről is, ami ugye bizonyos szempontból betudható annak, hogy a Biden adminisztráció ül éppen a fehér házban, de azért gondolom az általános amerikai érdekek is formálják ezeket az álláspontokat is. Hogyan értékelni? az izraeli gondolkodást az elmúlt időszakra vetítve, hiszen Izrael esetében ugye nem csak konkrét helyzetek, hanem ugye egy általános gondolkodás mód is azért formálja ezt a, a, az egész viselkedési módot, amit ők most tanúsítanak. Az egyik része az az, az hogy a Biden kormányzat komoly pénzeket költött arra, hogy Benjamin netanyahu megbuktassa, és nem lehet, tehát ugyanúgy, hogy az oroszokra háborút nem lehet elszakítani a 2015 az zajló folyamatoktól, Ugyanúgy nem lehet a, a Hamas sem elszakítani attól, hogy a, a, a Hamas vezetése valószínűleg úgy látta, és szerintem ebben nem is tévedett sokat, hogy egy Izrael egy polgárháború küszöbén áll. És e, ennek az eredőjét látjuk most. most. Az izraeli gondolkodás szerintem három tényező határozza meg. Az egyik az az, hogy alapvetően Izrael állam létét nem fenyegetheti senki és semmi. Tehát ez egy olyan dolog, amit különösen a Holocaust utána nem, nem kérdőjelez meg senki. Ez az egyik. A másik, hogy a Hamas jelentette biztonsági fenyegetést, azt kezelni kell, és jön a harmadik szempont, a az, hogy a nemzeti közösségnek azért van beleszólása, különösen az amerikai félnek, aki egyre határozottabban szól bele ebbe a történetbe. Tehát ez a hármas nézőpont az, amely között egyensúlyozni kell. Engem meglepett, megmondom ezt, és Robert Cikáter is kérdeztem róla, hogy azért a, a, az izraeli, mondjuk így soft power azért a, 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 a média és a kommunikáció területén azért szokott rendkívül hatékonyan működni, hogy ebben az esetben miért nem került jobban előtérbe az áldozat pozíció. Tehát nyilván voltak túrák, voltak sajtómegényések, voltak egyebek, de ahogy a háború átlépett abban a szakaszában, amikor az izraeli hadsereg lépett fel támadóként, ezek a hírek elhalványultak. De a kettő nem független egymástól. Tehát az, hogy Oroszország lövi az ukrán infrastruktúrát, az az, az szábai indult eh, 2014-ben, amikor bekergették a orosz pártokat, és rájújtották a házat. És utána az a tűz, amely ott lobbant föl, és 50 ember halált okozta egyébként a hírek szerint, azt most át egész Ukrajnára. Tehát az a fajta küzdelmet látjuk eh, eh, gyakorlatilag a gázai övezetben kibontakozni, amit a Hamas vitt el Izraelbe. Tehát, hogy, hogy ez, ezeknek a logikai összefüggésének az ismételt elmondása, tehát, hogy, hogy, hogy hiába lehet akár ez, ez unalmas akár a megformálók számára, de ezek az összefüggések így működnek. Most ha hagyjuk, hogy a, az emberi figyelemnek és minden emberi figyelemnek a, az a három-hat hónapos ciklusa bejusson, ahol hat hónap után már nem emlékszünk arra, hogy mi történt, mert annyi minden történt már az hogy egyszerűen kijöttél figyelmekből, akkor ez lesz az eredménye. Tehát én úgy gondolom, hogy az izraeli kormányzat nyilván a katonai és biztonsági szempontjainak megfelelően cselekszik, de mintha a, a kommunikációra, a narratív erősítése nem tenne megfelelő mennyiségű hangsúlyt, és hát ez azért ennek az eredményei. És ezen az a pont, ahol Európát hoznám be a képbe, méghozzá abból a szemszög, szemszögből, hogy ugye nagyon sokan folyamatosan teszik fel azt a kérdést, hogy Európa miért nem képes a hatékony önképviseletre. Miért nincsen katonai elretentő ereje? Ugye folyamatosan olvashatunk lehangolóbb már lehangolóbb statisztikákat arról, hogy európai szinten mondjuk akár a lőszerállomány akár nagyon. Tehát a rengeteg más kérdésben folyamatosak az instabil pontok, legalábbis az átlagolvasónak így tűnhet a híreket olvasva, és ugye Izrael kérdését, ahogyan felvázoltad, ugye ami feltűnt nekem az az volt, hogy Izrael ugye annak ellenére, hogy valahogy mégiscsak a közösségben elhelyezkedik, még hogyha ha nem is túlságosan kényelmesen, ennek ellenére vannak kérdéskörök, amiket ugye a saját döntési körében tart, megvan egy bizonyos katonai errettentőreje is, és megjegyzem ezt nem, még nem is fél használni egyébként, mint ezt láttuk egyébként, akár az iráni, példából, akár más korábbi példákból. Miben különbözik szerinted az európai helyzet? Hiszen azért azt nem mondhatjuk, hogy Európának ne lennének lehetőségeik, hiszen. Természetesen történelmileg nagy történelmi országokról beszélünk, ö, erős gazdasággal sokszor. És Izrael esetében pedig egy teljesen pici közel-keleti országról, aki valahogy mégis a saját érdekeinek az érvényesítését és az ezzel kapcsolatos kérdésköröket mint egy picit hatékonyabban kezelni. Igen, ez azért jó ez a kérdés, mert az izraeli stratégiai kétértelműség, amely elsősorban az atomfegyverekre vonatkozik, de egyébként a fegyveres erő használatára is, az azon a tényen alapszik, hogy, hogy, van neki olyan ereje, amit itt föl tud használni. Tehát az izraeli atomprogramról már rebesgettek híreket, és most nem teszem be az illetőnek a neve, aki ezzel kiállt, Dimónában zajlik az izraeli atomprogram, és utána információkat is hozott nyilvánosságra róla. Ezt a mai napig az izraeli kormányzat nem, nem cáfolt és nem is erősítette meg hivatalosan. Tehát ez a fajta helyzet, hogy van valami, amiről tudunk valamit, az pontosan elég ahhoz, hogy ez a két értelmiség fönnmaradjon. Ugye ez ugyanez igaz a fegyveres erőkre is. Tehát az irányelni stratégiai célpontok egy támadást sem vállaltak, hogy hivatalosan izraeli légierő, csak a környéken nincs más, aki ezt meg tudná csinálni. Tehát ez a fajta kétértelműség az, ami egyértelműen az erőn alapszik. És azért nagyon súlyos tévedés, hogy Emmanuel Macron megpróbál egy ilyen fajta narratívát felépíteni Európában, mert Európának meg közismerten hiányzik hozzá a katonai ereje, sőt, tegyük hozzá az elszántsága is. Tehát az az Európa, amik folyamatosan arról beszélt, hogy béke, nyugalom, gazdaság, stb. a fegyveres erő szükséges, rossz volt, amit, amit sokan is sok helyen támadtak. Ugye gondoljunk bele, hogy a zöldek, a 90-es évetől a német zöldek még a fegyveres önvédelem lehetőségét is kizárták. Tehát nagyon hiteltelen és hihetetlen az, hogy az az Anna Anna Baerbock beszél arról, hogy Németország ilyen olyan fegyveres erőt vagy konfliktust fegyveres erővel fog megoldani, vagy, vagy katonilag segít valakinek, aki 15 évvel ezelőtt még az egészet a pokolba kívánta. Tehát, hogy egész egyszerűen ez a fajta kettősége az az európai és az izraeli helyzet különbségének, ami miatt nevetséges az európai stratégiai kétértelmiség. Lehet, hogy 5-6 év múlva, amikor megfelelő lépések történtek, amikor a sajtót bejárja a hír, és esetleg ellenséges titkosszolgálatok is tudnak arról, hogy létrejött akár nemzetállami szinten, akár európai szinten egy komoly ütőerő. Páncélosok százai, önjelölövegek százai, atomfegyverek és célba eszközök százai, akkor arra már lehet hivatkozni úgy, hogy vagy alkalmazzuk, vagy nem. De azokat a jelenlegi európai erőket, amiknek a, a, nehézségéről szinte mindenki tud, azokkal nem lehet kvázi fenyegetni vagy zsarolni senkit. Tehát amikor a Macron elnök arra beszél, hogy a körülbelül 10 fős, maximum 10 fős idegen légiót elvezényli valahova, akkor az egy gyarmat időben az egy retteget alakulat volt, és egyébként például Mexikóban is megállt a az idegen légió. Na de Mexikóban sem egy hagyományos európai értelmet hadsereggel harcolt, hanem Mexikónak a jól-rosszul felszállt és kiképzett hadseregével. Tehát az idegen légió egy gyarmati erő, amely gyarmati feladatokra használta. Nincs, tüzér, nincs, nincs önjáró tüzérsége, a jelenleg képződött légvédelme sincs, tehát egy könnyű gyalogsági alakulat. És hogyha a teljes idegen légiót, ami teljes Nausszáns egyébként, ha a teljes idegen is elvezélnék Franciaországból, vagyis a területekből, Ukrajnába az is 5-6 ezer harcolót jelentene. Az egy olyan fronton, ahol oldalanként 400 ember harcol, az semmit nem jelent. Tehát ezekből a dolgokból egyértelműen látszik, hogy az európai stratégiai kétértelműségre még nagyon sokat kell dolgozni. És akkor, ha már itt a, a különböző nagyobb távlati stratégiák is szóba kerültek, akkor ebben a, a, a pillanatban hoznám ide ugye a júliusban esedékes NATO csúcs előértékelését. Ugye azért is fontos ez, mert maradjunk annyiban, hogy a NATO házatáján is azért felmerültek kérdőjelek az elmúlt időszakban, és talán akkor egyébként, ha már innen indítottunk, akkor kezdhetnénk ezzel, hogy így a NATO csúcsot megelőzze. Mik azok a kérdőjelek, amikkel leginkább foglalkoznia kell majd a csúcson az összegyűlő vezetőknek, és mik azok pontok, amiket a háztájon takarítani kell? Az alapvető probléma, és ami miatt a NATO csúcs kérdés, az az, hogy az a fajta merev elzárkózás, amit eddig a NATO tanúsított az Ukrajnába való beavatkozással szemben, az enyhülni látszik. És olyan hírek, amik keringenek, azért nem megnyugtatóak. Tehát az európai államok az egy dolog, mert ugye ebbe említettük és beszéltük is róla, Európának a fegyveres ereje meglehetősen gyenge. Önvédelemre talán elég, nato -val mindenképpen, de ha a NATO avatkozik bele az ukrán háborúba, akkor az onnantól ez egy teljesen másik szint. Ugye eddig a NATO nagyon okosan egyébként csak koordinálta ezeket a folyamatokat, és a tagállamok ajánlgattak fel a dolgokat. De ha a NATO, mint szervezet dönt úgy, hogy ő komolyabb szerepet vállal ebbe, és ez a komolyabb szerep, ugye ki tudja, hogy mit jelent, hiszen általában ezek a dolgok nem nyilvánosak, onnantól ez egy nagyon komoly eszkalációnak a jeleit láthatjuk. Ugye nem véletlen, hogy az a orosz vezetés erre a, ezekre a főröpenő hírekre válaszul jelentette be azt a harcászati, harcászati nukleáris eszközökkel folytatott ö, hadgyakorlatot, amelynek a folytatásaképpen kilátásba helyezték a hadászati, tehát fegyvereket érintő gyakorlatot is. Tehát ö, ezek a hírek, ugye Cameron, brit külügyminiszternek a szavai, illetve Macron szava szavai a régióról ö, azt mutatják, hogy azért az orosz fél azért látja és reagál ezekre a dolgokra. Tehát a NATO tagállamok az egy dolog, hogy mit lépnek, ez nem sok közel van a NATO-nak. De ha meg tudják győzni a NATO és elsősorban Amerikáról beszélünk, azért az neki lássa tisztán, hogy amikor a NATO-ról beszélünk, az USA-t jelenti elsősorban. Tehát a Franciaország, nagy britannia meg tudják győzni az amerikaiakat arról, hogy a NATO-nak aktívabb szerepet kell vállalni, és NATO színekben, NATO finanszírozással, NATO kötelékben alakulatok jelennek meg Ukrajnában, akár kiképző, akár támogat, akár bármilyen más, azért egy komoly eszkaláció. És egy atomháború az lépésekre van már csak tőlünk. Tehát most ez a hadgyakorlat az első lépés, jön a stratégiai hadgyakorlat egy második lépés, a harmadik lépés egy tesztrobbantás, egy nukleáris teszt, amire évtizedek óta nem volt példa, és a negyedik a tényleges atomcsapás. Tehát ezek már nem olyan távoli dolgok, és az, hogy a NATO és az általában a, általában nyugat úgy kezdte, hogy sisakokat és és szállt Ukrajnába, most pedig bár a legmodernebb eszközök is átadásra kerültek, vagy szó van róluk, ezért nagyon aggodalmas folyamatokat jelez előre. És akkor utolsó kérdésként még annyit vetnék fel, hogy esetleg kifejteni, de hogy ez a folyamat hogyan működik, hogy kicsit átláthassuk ezt az egészet. Tehát első és legfontosabb az az, hogy a NATO van egy olyan kimondott és elfogadott elmélet, ami arról szól, hogy a NATO, mint szervezet, konszenzussal dönt. Ez azt jelenti, hogy a Európai Unió is így dönt elményed, csak gyakorlatban nem így működik. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a legkisebb tagállamnak is van beleszólása abba, hogy mi történik, hiszen az őt is érinti. Pontosan emiatt viszont ezek a döntések, ezek nem kötelező érvények, nyilván az ötödik cikket típusú művelet az az lenne, de általában egy ilyen típusú döntése lehet azt mondani, hogy nem. Tehát a, a, a politikai egyeztető szerv az az úgynevezett atlanti tanács, amiben az állam és kormányfők vesznek részt, hogy általában a végrehajtó hatalmat gyakorló szereplő, ugye Franciaországban ez az elnök, Magyarországon ez a miniszterelnök például, tehát vannak ilyen különbségek, de ott megszületik egy politikai döntés, ott is már lehet tartózkodni, vagy kimaradni az egészből. Tehát a NATO úgy dönt, hogy nem egy ötödik cikkel műveletet indít valahol, abból az esetben ebből nekünk ki lehet és ki is kell maradni. A másik olyan szempont, amit figyelme kell, hogy utána ez a döntés átkerül a katonai tanácshoz, ahol már ők ö, ö, a tényleges feltételeket dolgozzák ki, és itt is mondhatjuk azt, hogy bizonyos képességeket nem tudjuk, vagy nem akarjuk átadni. Tehát azért ez nem egy olyan dolog, hogy a hárman eldöntik, és az egész nátot belerángatják egy világháborúba, hanem azért megvannak ennek a folyamatnak azok a részei, ahol a ahol lehet lassítani, vagy lehet mondjuk így szeparálódni, elkülönülni ettől a folyamattól, ami nagyon hasznos dolog, különösen akkor, hogy egy olyan szituációról van szóval a NATO már kezdi elveszteni védelmi szövetség jellegét. Ugye az alapvetően fontos definíció, hogy a NATO egy politikai, katonai, védelmi szövetség. Természetesen sikerült addig nyújtani a különböző definíciókat, hogy bármit lehet NATO kritikus érdeknek nyilvánítani, amivel kapcsolatban felépnek az országok, de miután a NATO még mindig nem a Varsói Szerződés, ahol egy hang volt, és kötelező volt végighaj, végrehajtani, ezért az elméleti lehetőség megvan rá, hogy alkalmatlan egy ország, mint például a hazánk, ne teljesítse, vagy ne mondjuk így teljesítse a központi elvárásokat, hogy így fogalmazzak. Ugye a szövetségi sikötelességeinket teljesítjük, mert például a GDP arányos több mint 2% költést mi megtesszük, de nem kötelességünk, ha valaki a kútba úlik utána ugrani. Segíteni kell neki, nem kötelező utána ugrani. Mert a NATO úgy dönt, hogy ő valamilyen szinten, komolyabban, hivatalos NATO szinten Ukrajnába megy, akkor nekünk megvan az elméleti lehetőségünk kimaradni ebből. Ha nem, akkor megszűnt a különbség a NATO és a Varsói Szerződés között. Tehát ezek azért nagyon fontos szempontok, amit figyelembe kell venni. Tehát akármilyen döntés születik a NATO csúcson, egyrészt nyilvánvalóan Magyarország és a Hidegszen Szlovák és bár az a szlovákok nagyon furcsa játékot játszanak ezek kapcsolatban, vannak fenntartásai. De Magyarország bizonyosan nem fogja támogatni azt a fajta eszkaladást, amelyik királyba a NATO úgy néz, hogy elindul, és nagyon szeretném, hogy a NATO megmaradna a Védelmi Szövetségnek, mert szükség van rá mindenképpen. Viszont, hogyha a, 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 Védelmi Szövetségből egyfajta ö, olyan szövetségé megy át, amelyik egy, a az adott nagyhatalomnak az érdekeit képviseli, annak megszoktak olyan negatív következményei. Ennyi fért a mai adásunkba. nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és utolsó sorban sok úti báléknak is, hogy itt volt velünk, és rávilágított ezekre az összefüggésekre. Köszönöm szépen, és viszont hallásra.